Korábban körben motorozta a hungaroringet, tegnap pedig a vizek hungaroringén a Dunaharaszti Jetskéta van állított fel egy hát nyugodtan mondhatom, nem mindennapi rekordot, mindezt vakon száguldás, teljes sötétségben, most pedig beszélgetés itt a reggeli start stúdiójában, mert hogy Karvai Sándor, illetve Borsi Gergő van, itt velem jó reggelt kívánok. Szerbusztok, szervusz drága Sándor. Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a nézőket, szia. De jó, hogy itt vagy megint, ne. mert hogy megint valami rekordot, valami egészen fantasztikus. Régóta vágyott dolgot vittél véghez, úgyhogy egy nappal a események után ezt már úgy megemészkedted, hogy Történt. Próbálom feldolgozni. Tegnap éjszaka, még éjfél után is ö, telefonon beszélgettem, és, és mindenkinek meséltem az élményeimet. Óriási dolog. Tehát most olyan boldog vagyok, hogy egy nagy köveset lesz szívemről, hogy át tudnám urelni a világot, ha tehetném. Mert ö, nekem van egyfajta vízfóbiám. Én nagyon félek a víztől, mert a vízben nem tudok tájékozódni. Nincsenek támpontok, nem tudok semmihez igazodni és valójában a félelmemet kellett ö, leküzdeni és bebizonyosodott számomra tegnap, hogy a bátorsággal a félelem leküzdhető. Uh -huh. És hát sikerült megtennem 1600 métert és közel 50 km per órás sebességgel Azt a ö, hasítottam a, a, a vizen. <laughs> és ö, soha, a gyakorlások során soha nem mertem ekkora sebességgel menni, csak ilyen 20-25-30 km h de, de tegnap nem tudom miért. Tehát van az, amikor összejön a minden, és tegnap tegnap tényleg minden összejött, és úgy éreztem, hogy hogy egy, hogy egy csodálatos dolgot ő, tudtunk Gergővel véghez vinni, mert hát ugye az én szemem, és kellett, hogy, <gül> <gül> hogy, hogy mondja és biztasson. Uh -huh. És azt sem tudtam, ahogy említettem az imént, és hogy nem tudok a vízben tájékozódni, és sokszor, hogy hol járok, uh -huh. És amikor azt mondja nekem, hogy 10 méter van hátra, illetve mondta a tó közepén, hogy most vagyunk a felinél, már visszafelé, uh -huh. és azt mondja, hogy 10 méter van hátra, akkor már nagyon örültem, akkor már nagyon boldog voltam. <laughs> Fantasztikus, hogy azt mondtad, hogy volt benne egy, egy félelem, hiszen van egyfajta vízfóbia. Tapasztalatod szerint ez, ez a vakemberekre általában igaz, hiszen gondolom mindenkinek gondot okoz a vízben a tájékozódás. Szerintem igen, mert még egy medencében ö, tudunk igazodni a falhoz, és aha. még nagyjából fel tudjuk mérni a medence hosszát, aha. távolságát szélességét, addig ugye a nagy-nagy tóban, igen. a vizen nem, ráadásul megtudtam, hogy ilyen hat méter mély a tó, de természetesen ugye a mellény rajtam volt. Aha, aha. És így, így nem, nem volt probléma, de de tényleg még csak az sem merült fel, hogy veszélybe kerültem volna. Nagyon vigyáztak rám ott a, a vizek hungaroringén. <laughs> Fantasztikus. Kegőten, hogy ugye Sándor fogalmazott, a szeme vagy, de hát egy picit több is ennél, hiszen azért ti rallyautóban, versenyautóban, motoron, mindenféle sebességmániás eszközön ugye már ültetek együtt, és mondhatom azt is, hogy dolgoztatok együtt. Nyilván ismered Sándornak ugye az ilyen jellegű vágyait, esetleg félelmeit, elszántságát, most ez a, ez a rekordkísérlet, illetve ami most már bekövetkezett, a rekord is, ez, ez mennyire dolgozta őt meg a felkészülés alatt? Mi volt a tapasztalatod az előzőekhez képest? Nagyon-nagyon megdolgozta, főleg lelkileg, mm. és ugye ahogy mondtad, mert autóztunk, motoroztunk, és tulajdonképpen csak egy véletlen, hogy most pont a vizek motorja következett, a jetski, mm. Mert úgy, ahogy a tavalyi és a tavaly előtti évben a bizalom volt a, a kulcs szó kettőnk között. Most a félelem volt, uh -huh. a semi félelme volt az, amit le kellett küzdenünk. A félelem az egy nagyon-nagyon veszélyes dolog. Én úgy gondolom, és rengeteg rossz emberi tulajdonságnak az alapja, a gyávaságnak, az agressziónak, uh -huh. és azért nagyon félelmetes, mert és így a szóban is benne, Lenne. hogy félelmetes, mert sokszor nem is tudunk a saját félelmeinkről. Sanyinak a, a vízhez való ö, ö, kapcsolata és félelme egy 10-12 évvel ezelőtt bekövetkezett szerencsétlenség ö, majdnem baleset miatt alakult ki ennyire erősen, mm. és ezért nem is nulláról, hanem egész mínuszból kellett elkezdeni a munkát, hogy hogy feldolgozzuk ezt a félelmet, hogy szembenézzünk vele, és a bátorsággal leküzdjük. Én úgy gondolom, hogy a sportteljesítmény mellett, ami, ami nyilvánvalóan elég nagy, és és hivatalosan is lett téve a, a magyar uh, rekordok regisztrátora által. Úgy gondolom, hogy az emberi teljesítmény még nagyobb volt, amit itt most a Sanyi uh, megcsinált, hiszen nem csak szembenézett a félelmével, hanem le is küzdötte, és ez Való. egy óriási dolog volt. Fantasztikus, és azért azt is hozzá kellettem, drága Sanyi, hogy, hogy mindezeknek a leküzdésében én úgy érzem, hogy neked elsősorban a azért a, a sebességhez való nagyon különleges viszonyod is kell, hogy segítsen, hiszen erről régen már beszélgettünk, hogy valószínűleg te egy ilyen, egy, nem tudom, egy ilyen száguldó léleknek születtél, az, hogy történetesen éppen úgy, hogy nem láttál, az, az, ezt a fajta belső vágyakozást, ezt, ezt, nem igazán gátolta, meg gátolja, nem? Abszolút nem, nem is hagyom, az életem része a sebesség és a száguldás, Hozzá tartozik a mindennapjaimhoz, de alapvetően úgy is élem az életem, tehát ilyen pörgős, nyüzsgős vagyok, uh -huh. nyizsgél egy picit, de azt gondolom, hogy addig jó, amíg az emberek van feladata az életben. Uh -huh. Tehát, ha bele kesergünk az életünkbe és, és befordulunk, akkor, akkor nincs. Nincs jövő, akkor Na Hát nincs ez, ez, nem jellemző rá, meg kell menni. megismertelek ezt a befelé fordulás. Sőt, olyannyira nem, hogy, hogy én el tudom már azt is képzelni, de persze nem akarom, hogy a jövőbédi tervekről beszélj, de gondolom, hogy van már valami azért a, a fejedben, ami, ami ott mozog, valami olyasmi, valami olyan felület, ami még ismeretlen számodra. Mindig van. Tehát mindig az én az mindig kattog valamin. Aha sokszor ez, 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 hátrány is, mert nagyon keveset tudok aludni sajnos. Ebből a igen, van már jövőre is egy tervünk, talán Erő Gergő, aki bővebben tudna beszélni. <laughs> Na mi De lenne a vizek ér, megfordítása? Érdekes a dolog, a... mert uh, ugye eddig volt a bizalom, volt a, a, a félelem, és most az élvezet következne. Na. <laughs> egy olyan, olyan, dologra gondoltunk a Sanyival, hogy, hogy az embereknek tényleg azt is mutassuk meg, ne, ne hogy mitől kell félniük és mit kell leküzdeniük, hanem merre felé menjenek. A boldogság az élvezet felé menjenek, és csinálják olyan dolgokat, amiket nagyon szeretnek, amikben nagyon jók, és ami élvezetet nyújt nekik. Hát a Sanyinak ez az autó és a motor, és ennek a, a, az összvére tulajdonképpen a kvad, úgyhogy egy négykerekű motoron fog menni a Sanyi, illetve ezt megelőzően, vagy ezután egy háromkerekű motoron is, hiszen a, a Szídúnak, illetve a Kenemnek szerencsére van egy olyan terméke, egy spider Hallgató, három hallgató háromkerékű motorkerékpár, ami 1000 köbcent is, több mint 100 góerős, hihetetlen sebességre képes, de itt is ennél a mutatványnál is a legfontosabb dolog a annyi biztonsága lesz, mert nem csak a szeme vagyok, hanem a kispárnája is, úgyhogy meg kell mindig körülölelni. Úgy a motoron a biztonsági felszerelésekkel, mint most a jetskinél a mentő mellénnyel, és ahogy a képeken is lehetett látni, több jetski is körülvette őt, amikor ment a vizen, úgyhogy soha nem hagyjuk magára, soha nem hagyjuk egy percre sem, hogy felmerüljön benne az a, az, az érzés, hogy veszélyben van. Ugye? Ez a jövőben és Én így lesz. Kult szavakat említettél, és azért enged meg, hogy a korábbihoz, a bizalomhoz visszakanyarodjak. Sanyi drága, azért ez, ez fantasztikus dolog, és óriási segítség tényleg, hogy, hogy így, hogy, így, tudsz támaszkodni egy másik embernek, a, a nem csak a véleményére, a szakmai tanácsára, de tulajdonképpen mindenféle tekintetben rá tudod bízni az életedet, nem? Mondtam már többször, vakon bízom benne, és tényleg úgy, úgy kötődöm is hozzá, Valójában nagyon fontos nekem az, hogy megbízom a másik emberben. Mm -hmm. Tehát az élet minden területén, nap mint nap, akár ha valaki csak segít, nem biztos, hogy fontos, hogy segítsen, de jól esik, akár átkísér, akkor is meg kell bízni benne. Igen. Igen. És ez azért nagyon fontos dolog, amit mondasz, mert mert ehhez nem kell valami fajta, hogy is mondjam, minusszal indulni az életben, hogy az ember megpróbáljon javítani a másik emberhez, az idegenekhez való, való bizalmi képességén, tehát, hogy esetleg elhiggyük azt, hogy, hogy lehet, hogy segítő a szándék. Hát az életi olyan alapvetően, hogy én azt gondolom a mai világban, hogy egymásra vagyunk utalva. Ne forduljunk el egymástól, mert sajnos a mai társadalomra az a jellemző, hogy egyre inkább hogy elfordulnak egymástól az emberek ebben a rohanó, pénzorientált világban, pedig együtt könnyebb. Nekem mindig ez volt a mottom. Abszolút, így igaz. Gergő, számodra az nyilván, hogy biztonsággal sikerülni ezeket a rekordokat véghez vinni szakmai szempontból az első számú szempont. És annyi azt mondta az émélet, hogy legszívesebben olyan eufórikus Átölelni a világot. Mm. Neked, amikor a, a biztonságon túl jutsz, és már tudod, hogy, hogy minden rendben lehet, az van egy, van egy személyes eufória is, ami az ő sikerehéz kapcsolódik? Természetesen. É, ha nem is a világot ölelem át ilyenkor, de egymást mindenképpen <laughs> átöleljük. A, a, a rekordkísérlet bekövetkeztekor is ez történt, úgyhogy nagyon-nagyon örültünk. Én úgy gondolom, hogy, hogy egy óriási, óriási felelősség és egy óriási súly az, ami ránk nehezedik ilyenkor, úgyhogy nem is elég erre pár óra vagy pár nap, hogy feldolgozzuk azt, hogy most egy újabb világrekordot sikerült euh, megtennünk, megcsinálnunk, hanem hanem itt kell egy pár nap, egy pár hét, mire le fog ülepedni, és valóban úgy tudunk örülni neki, annak az, azon a mélységen valóban, ahol, ahol ahol ez kezelendő, mert azért tényleg nem egy hétköznapi dolog Szerintem. volt ez. Nagyon-nagyon sokszor felhívtam, hogy, hogy úgymond ilyen lelki támaszt kapjak tőle, és nyugtass meg, menni fog mert én megmondom őszintén, én, én már azon is gondolkodtam, hogy a gyakorlások során, mert az akkora félelem volt bennem, hogy el sem tudom mondani a nézőknek, hogy, hogy nem csinálom meg, bevallom férfiasan, nagyon-nagyon uh -huh. sokszor megfordult a fejembe, és volt, hogy este tízkor, volt, hogy, hogy reggel már fél hétkor beszéltünk, Gergő, hogy lesz, mint lesz, mesély, te hogy látod, meg tudom csinálni, képes vagyok rá, és nagyon-nagyon és sokszor kellett az ő részéről és, és, a barátaimról ő részéről és a biztatás, amit tényleg mindenkinek nagyon-nagyon köszönök, mert nagyon boldog vagyok, hogy sikerült ez hát, a munkád. És mi is nekem. nagyon boldogok vagyunk, hogy ez neked sikerült, mert azt gondolom, hogy már régóta ezekkel a cselekedeteiddel üzensz a világnak, hm. nem csak azoknak, akiknek esetleg valami fajta hátrányos tényezőt kell az életükben ledolgozni, hanem hanem azoknak is, akiknek egyébként csak a saját, hogy mondott, félelmeikkel, és esetleg az és, 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 és kell le lehet küzdeni. És le lehet. Te hogy az élő példa hm. minden szempontból fantasztikus csapat vagytok így együtt, úgyhogy gratulálok, és hát nagyon várom az új rekordot, úgy ha már kattog az agyad, és megvannak a részletek, akkor kérlek gyere és ott meg ezt velünk, jó? Mindenképp. <laughs> Legyen így, köszönöm szépen, gratulálunk. Köszönjük, mi köszönjük, hogy itt lehettünk, további szép napot.